Elkészítem most a pelenpolentát. Az első lépés, hogy mielőtt még nem forr a víz, akkor beleteszem a nagy szemű sót, és elkeverem benne. Forr a vízünk, és szépen adom hozzá a kukoricalisztet, és itt figyelni kell, eléggé oda kell figyelni, mert nem szabad, hogy görcsös legyen a polentának. Ez a lényege, hogy mindig-mindig keverni kell. Nem szabad, hogy görcsös legyen. Ha úgy érzitek, vagy úgy látjátok, hogy görcsök vannak benne, akkor inkább így álljatok meg, és akkor keverjétek. Hogyha látjátok, hogy nem görcsös, akkor utána újra elkezditek beleszórni a lisztet. Most körülbelül egy négy tagú családnak egy 2 liter víz és egy 1/2 kiló kukoricaliszt szükséges. A lényeg, hogy a edény mély legyen, mert ugye fog fröcsögni a polenta, és ugye ne koszolja össze az egész konyhátokat. Ezt szépen elkevertem, és akkor adom hozzá szépen. A kukoricalisztről annyit szeretnék mondani, hogy van vastagabbra dalált kukoricaliszt és vékonyabbra. Hogyha vastagabbra elég durung szemű a kukorica, akkor körülbelül 40 perc a főzés ideje, hogyha pedig vékonyra van darálva az ilyen instant, akkor pedig elég egy ilyen 20 perc, körülbelül 20-25 perc. De megkóstoljátok is, mikor látjátok, hogy finom, puha, olyan, mint egy krumplipüré, akkor készen van. De a polentát nem szabad soha magára hagyni, mert nagyon könnyen leéghet. Úgyhogy ezt itt kell keverni, kell gyíra, és akkor lesz finom polentátok. A gasztrokultúrában most már nagyon-nagyon sűrűn megtalálható a polentás receptek. De egyébként nagyon finom, sima sajtokkal is télen belefőzni a polentába, sajtdarabokat, ilyeneket. Szóval majd fogok még olyan receptet is csinálni, oké? Szépen elkevertem, nincs benne görcs, és jó, alaposan át kell keverni, és akkor utána most fogom, és akkor lefedem. Így né. Látjátok, jól puffog, és akkor ilyenkor szépen lefedem, hogy ne fröcsögjön szét, mert elég könnyen bekoszolja a konyhát, úgyhogy érdemes lefedni. Amikor már ennyire puffog tulajdonképpen, akkor az már azt jelenti, hogy nagyon kevés víz van benne, és már kezd megfőni, akkor látjátok, ez a normális, szóval ne ijedjetek meg tőle, ez a normális, hogy ilyen nagyon-nagyon sűrű, látjátok, mint egy sűrű tejbegríz. Meg megkóstoljátok, és akkor, hogyha még éreztek benne lisztszemcséket, akkor még nem jó. Akkor még vissza kell takarni, és akkor hagyj puffogjon magának. Megkóstoltuk, és akkor úgy látom, hogy jó ez a polenta. Erre a fadeszkára fogom kiönteni. És itt fog kihűlni. Oké. Elsimítom. Bevizeztem a falapátot. És akkor szépen megcsapkodom, és akkor így szép sima lesz. Bevizeztem a kezemet, és akkor még így forró, felnyomom, és akkor adok neki egy ilyen szép, magas formát, így. És akkor így hagyom kihűlni. Egyébként, ha valaki nem akarja így deszkára kitenni, akkor egy sima tepsibe is ki lehet tenni, és akkor olyan forma lesz. De hát régen így készítették, most én is így készítem nektek.